Szerettük volna, hogyha ez a csoda is három napig tart, kettőig tartott. Hogy érte meg a kapitány ezt a kétnapos, háromnapos csodát? Egy fantasztikus hétvége volt igazából, minden egyes mérkőzésen az ellenfél volt esélyes, és hogy odáig eljutottunk, hogy most nem azt mondom, hogy pont a győzelem kapujába jártunk, de majdnem. Ha Máté egy kicsit tovább bírja a mai mérkőzését, és az első szett után még marad benne annyi, hogy tovább játssza azt a szintet, amit az első játszmában nyújtott, akkor talán nyerhettünk volna, senki nem gondolt erre. Én úgy gondolom, hogy minden játékos abszolút dicséretet érdemel, és tényleg mindenki kihozta magából a maximumot ezen a hétvégén. Piros Zsombi is, Máté is, illetve a páros az egészen fantasztikus volt, hogy 0-2-ről nyerni tudtak 30 év után. Árulja el, hogy elhitte 0-2-ről, hogy ezt meg tudják a fiúk fordítani párosban? Meg kell, hogy mondjam, hogy igen, mert én mondtam nekik, hogy ha azt folytatják, amit a harmadik szedben játszanak, akkor meg lesz ez a meccs, de tőlük is meg lehet kérdezni. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sokat számít a hozzáállás, és hát itt lehetett látni, hogy amikor hisz az ember valamiben, akkor az összejöhet, persze az ellenféltől is sok minden függ. Ez egy olyan nap volt, amikor a srácok a párosban szinte mindent kihoztak magukból, és így 0-2-ről meg tudták fordítani a meccset. Sokszor bekiabálták, hogy Zsombi a barbár, szerintem Zsombi maga a küzdés. Amit ezen a párharcon csináltál, az eszméletlen volt. Én egy jelenetet emelnék ki, míg a Veszel Jelén meccsedből, amikor feküdtél a salakban, tényleg úgy tűnt, hogy te onnan már nem fogsz felkelni, vagy felkeltél, és ütöttél egy olyan nyerőt, hogy szerintem Veszel sem hitte, meg senki sem hitte személynek neked ilyenkor. Honnan jön még erő? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem magam sem tudom, hogy honnan bányászom azt az energiát, mert tényleg sokszor fordult már elő, hogy ilyen állapotban, mint ahol Veszeli ellen voltam, nem tudtam már felállni, és itt egy hatalmas energiát kaptam a közönségtől, és az, hogy itt volt a családom, és testközelből szurkolt nekem, plusz még a boxba ült Balázs Attila, Valkusz Máté, Borsos Gábor, Nagy Peti és a csapat többi tagja, és buzdítottak, és mondták, hogy sose szabad feladni, képes vagyok rá, ezek a szavak, ezek. Szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ez mennyit jelent, és ezek tényleg tudnak segíteni, és programozni az embert, és szerintem nem én nyertem a meccset, hanem mi nyertük meg a közönséggel és a csapattal. Szóval én mindenkinek gratulálnék, nem csak nekem a Veszeli elleni meccshez. Hát ehhez a sporthoz is, mint minden más sporthoz is szív kell. Zsombi egy nagyon nagy küzdő, hihetetlen küzdőszellemmel rendelkezik, és ilyen helyzetekben sem adja meg magát. Persze, hogy nehézségei voltak neki is fizikálisan, hiszen soha nem játszott még szerintem ilyen hosszú mérkőzést, de összeszedte magát, és ez egy óriási dolog, hogy valaki, és hát ezt értékeli is, nem csak én, hanem a közönség is, hiszen amikor valaki igazán fáradt, és még így össze tudja magát szedni, az egy halatlanul nagy teljesítmény. Még egy mozzanatot emelnék, amit a kolléga is megemlített, hogy itt, amikor meccslabdát hárítottál Rosszol ellen, és utána leültetek, akkor utána széles mosolyal álltál fel, mindenkivel lepocsisztál, a labdaszedővel is. Ezek azok a mozzanatok, amiket tovább viszel a karrieredben, és mondjuk egy nehéz pillanatban ezt előveszed. Most így a sajtótájékoztatón én nem jutott nagyon eszembe, hogy miért is csináltam, de most így kicsit leesett, hogy igazából én annyira fáradt voltam már, hogy tényleg nem is tudom, annyira kimerült, hogy egyszerűen már csak mosolyogni tudtam, és így annyira örültem, hogy még egy pár gémet akár élvezhetek ebből az egészből, mert tényleg ott meccslabdát hárítottam, és jöttem a másik oldalra. És annyira örültem, hogy még itt vagyok, és meccsben vagyok, hogy tényleg próbáltam ugye, jó kedvet a csapatnak és a közönségnek így megteremteni, és szerintem sikerült is, és még másfél gémig után ez kihatott, mint egy lelki dopping, és szerintem nincs mit szégyenkezni a csapatnak, mert itt mi olyat tettünk le most szerintem a pályára, szívünket, lelkünket, amire tényleg csak büszkék lehetünk. Fiataloknál ez elsősorban a fizikális erőm múlott, illetve a tapasztalatlanságon? Nem csak ezen, ugye, hogyha visszanézzük a mérkőzéseket, akkor láthatjuk azt, hogy mennyit számít a férfi teniszben az adogatás, és mind Jirzsi Veszeli, mind Lukás Rosszol, ők mind a ketten nagy adogatók, és rengeteg pontot szereztek így még salakpályán is az adogatásaikkal, és ez az, ami handicap volt a számunkra.
És hát ebben kell javulni mindkét fiatal srácnak, ugye Zsombinak is, illetve Máténak is, hogy az adogatásaikkal hatékonyabbak tudjanak lenni. Persze a fizikum is számít, de ebben, hogyha fejlődnek, akkor odaérhetnek, ahol a más aki a többi játékos van, az ellenfél csapatából is. Nagyon büszke voltam már a csapatra a tegnapi vacsoránál, de éreztük Mátéval, hogy nagyon-nagyon kéne egy győzelem máról. És majdnem össze is jött, mert Mátén rettenesen jól játszott Veszeri ellen, csak sajnos fizikálisan még nem vagyunk azon a szinten, mivel még nem játszottunk ilyen hosszú, intenzív meccseket. Még ha intenzíveket is játszunk, azt is két nyerszetbe. Szóval még fel kell nőnünk a feladathoz, de nem értem, hogy olyan messzi lennénk ezektől a játékosoktól. Ugye nem elég, hogy játszottál egy nagyjából 7 órát a pályán, de most még nem mehetsz haza aludni, hanem itt interjúkat adsz, de mennyire bírod még itt talpon? Hát jó az állóképességem itt most látszik. Hát persze legszívesebben most hazamentem volna a testvéreimmel, anyukámmal a szobámba, letusoltam volna és kicsit beszélgettem volna velük, hogy látták ezt az egészet. De hát ez is nem csak az a tenisznek a lényeg, hogy most ott a pályán mit csinálnak, hanem ez hozzátartozik ez az egész interjú, sajtótájékoztató, aláírás, osztogatás. Szóval ezek mind, főleg egy fiatal játékost, mint mi, vagy mint én, ezek örömmel töltik el az embert, mert tényleg azért csináljuk ezt, mert valamit azért csináltunk itt az elmúlt napokban. Nem csak viccből, szóval jó érzés azért nyilatkozni, mert tényleg itt letett valamit a magyar csapat, és én is, és szerintem mindenki a csapatból büszke lehet a csapatra.